mellettem ül a magyar humor Ray Charles-a, aki hát azért van napszemüvegben, elmondhatom én? Hát nyugodtan. Mert megműtötték a szemét. Köszönöm szépen a kedves szavakat Andrásnak, így nézett ki szemüveg nélkül. Tapsoljunk most. Meg, hát az elképesztő. Azt hiszem, az elképesztő. Minusz 4,5 a szemüvegem, tehát távolra nem látok. Ez egy humoristán a legrosszabb, hiszen mondjuk a szövegemet el tudom olvasni, de a hatását nem látom. Tehát minek dolgozom így? Merült fel a kérdés, és megtaláltam a megoldást, hogyha megműtik a szememet, látni fogom a poénanyaim hatását, úgyhogy csak hallottam. Gyakorlatban miben zavarja az embert? Hát nagyon sok mindenben. Éjszaka, hogyha fölkelek, mert valamit a gyerek akar, és akkor az ember elkezd tapogatózni a szemüvege után, tehát egy ilyen furcsa denevérként villeg a szobában tártól tárgyig csapódva, az nem a legjobb. Vagy amikor teniszezem, vagy mondjuk squasholok, és annyira intenzív mozgást végzek, hogy bepárásodik belülről a szemüvegem, akármennyire is ilyen párataszító, az nagyon ijesztő. Vagy hogyha megérkezem télen egy kávéházba, és kint ugye jó hideg van, bemész, és ugyanez az érzés, hogy ilyen tök sötét lesz hirtelen, ugye párás a szemüveged, leveszel, akkor ugyanaz a homály, és akkor megpróbálsz kínos pillanatok alatt ismerős találni, akihez érkeztél mondjuk az adott vendéglátóipari egységbe. Az alkalmassági vizsgálat az tök jó volt, tehát ez így az ember orvoshoz jön, akkor tényleg a szemész a legjobb azért mindig. Tehát utána jön talán az ilyen orrfülgégész, és utána így utolsó helyen van a fogorvos, de itt ezt össze se lehet hasonlítani. Tulajdonképpen csak az államat kell ide-oda tenni, belenéznek a szemembe barátságos, kompetens és vicces emberek. Lehet például ilyen nagy hőlétbalont látni, amikor beállítják a szemednél a fókuszt, tehát ez is egy nagyon jó szórakozás van. Aki ilyen HD-sra jön, akkor vannak olyan formák, mint az elvarázsolt kastélyban, ilyen UV-fényben valami forgó cucc, hihetetlen, olyan, mintha az ember bevenne valamit előtte. Nagyon jó volt a műtét, mintha a planetáriumban tölthettem volna 15 feledhetetlen percet, Süni és a csillagok című előadáson, tehát nagyon sok piros fényt láttam, zöld fényt, de mondhatni fájdalommentes volt, és utána már estére egészen csodálatos új dimenziók nyíltak meg, ami a planetárium esetében nem szokott előfordulni. Most fogok fellépni először szemüveg nélkül, hát annyiban nehezíti ezt, hogy ez egy Duma Aktuál című előadás, ahol öten vagyunk a színpadon, és egymás vérét is szívjuk, amellett, hogy a közönséget szórakoztatjuk, úgyhogy biztos én is majd kapok ezért, hogy már nem vagyok szemüveges, de ez mindig szórakoztató szokott lenni. Ez azért egy nagy szabadságot ad az embernek, hogy nincsen között és a közönség között két üveg. Másnap otthon nem volt semmi különösebb kellemetlenség, tehát látni láttam. Annyit még, hogy így közepes távolságra nézegettem a kezemet, hogy mennyire éles, de minden nap élesebbé válik. Úgyhogy távolra meg közelre jól láttam. És ami a legjobb, hogy nem fájt. Vettem napszemüveget. Az a baj, hogy amikor vettem, akkor még szemüveges voltam, tehát nem láttam, hogy miért veszek. Ez egy ilyen 22-es csapdája. Szerintem jól áll egyébként.